Miért van karácsony? Egy ilyen egyszerű kérdése, azt hiszem, az nem csak az adventnek, hanem az emberi életnek a célját, értelmét, méltjére is választ kaphatunk. Miért van karácsony? Miért lett karácsony? És hogy valóban ne húzzuk az időt, nézzük is meg rögtön azt a három lehetséges választ, amely talán segíthet bennünket karácsony titkának a megértésében, és így advent kegyelmi idejének a helyes, méltó és gyümölcsöző megélésében. A mai olvasmányban olyan Istent mutat be Jeremiás próféta, olyan Istent, aki a babiloni fogság számüzetésében élő népének a szívébe lát. Egy olyan Istent látunk, egy olyan Isten bontakozik ki a mai olvasmányban, aki nem feledkezett meg a népéről, hanem egy olyan Istent, aki belelát a népnek a szívébe. A nép Babilonban van, szinte nincs már semmije, kicsit ezt a témát érintettük az elmúlt vasárnap is, lebontották a templomát, igazságtalanak érzi azt az ítéletet, hogy meg akarják semmisíteni a zsidóságot. Hol van már Dávid királynak a családja? És éppen ilyenkor az Isten belelát a népének a szívébe, és meglátja, hogy mire vágyakozik a népe. És választod, hogy igen, bár minden lehetetlennek tűnik, bár ahogyan Martos Balázs atya fogalmazza a mai elmélkedésében, hogy bár a történelem letörölhette a földrajzi térképről Izraelt és annak minden javát, vágyát, de Isten térképén ezek még élő vágyak. És Isten ebben a száműzetésben a reménytelenség határán mégis szinte lehetetlent mond, sőt, lehetetlent ígér. Egy olyan Istent látunk ma, aki belelát a népnek a szívébe. Egy olyan Istent, aki válaszol a népnek, az ő népének a vágyaira. Mert hát mit olvastunk a mai olvasmányban? Hogy Dávid sarjából ismét királyok támadnak. Királyokat sarjaszt. Az Eufrátesz és a Tigris folyó sivatagjában Isten Dávid sarjából királyokat fakaszt. Isten igazságot szolgálta ennek a szegény népnek, és Isten újra felépíti Jeruzsálemet. Egy olyan Istent látunk ma, aki látja a népet, látja a vágyait, és ezekre a vágyakra az Isten válaszol. Egy olyan Istent látunk, aki nem valami idegen dolgot akar ránk erőltetni, hanem párbeszédre lép az emberrel, az ember vágyaival. Egy olyan Istent látunk, aki ismeri az embert, és azt mondja, sőt megígéri, hogy a vágyaidat teljesítem. Ezért mondja Jeremiás, hogy azokban a napokban ígéri az Úr, hogy megteszem a jót. A jó attól jó, hogy nekem hasznos, hogy nekem jó. De beljebb akarunk még kerülni Isten ennek szeretetének a titkába, a mélységeibe. Kedves testvérek, ha igen, akkor meg kell, egészen el kell jutnunk az áteredő bűnig, és ezért olyan fontos adventben Ádám atyánkról szóló énekeink, a mielőtt bezáradik a paradicsomnak ajtaja, ezért tér az egyház szövegekben, imádságban, énekekben vissza az áteredő bűnhöz, mert itt valami több van. Mert Ádám és Éva miatt elkövette volna a lázadást Isten ellen, ők teljes, tökéletes kapcsolatban éltek az Istennel, és miért? Miért határozott az ember úgy, hogy mégis fellázad az Isten ellen? Miért? És miután elkövették az első bűnt, és ez a bűn ezért súlyos, testvérek,
mert látták az Istent, mert kapcsolatban voltak vele, mert tökéletes kapcsolatban álltak az Istennel, ezért olyan súlyos az első bűn. És éppen, mert a bűn ilyen súlyos, ez az Isten, aki belelát Ádám és Éva szívébe, ez az Isten mégsem fordul el az embertől. Ez az Isten mégis belelát Ádám és Éva szívébe, és bár megérdemelte volna, de Isten mégsem feledkezik meg az emberről, hanem már a Szentírás első lapjától kezdve ígéreteket ad az embernek. Igen. Olyan szívünk van, amely egy fagylar törcsérhez hasonlít. És mi ez a törcsér, testvérek? Van valami nyoma a szívünkben ennek a Ádám-Éva tiszta kapcsolatnak? Hát a vágyaink. Három lábú székhez hasonlít Isten lábnyoma bennünk, Isten törcsére bennünk. A birtoklás, a tisztelet, vagyis a szeretet, és a tudás utáni vágyal. Csak gondoljunk bele gyorsan, hogyha valamit nagyon meg szeretnénk kapni, autót, házat, házastársat, ruhát, bármit, mennyire vágyakozunk utána, és ha megkapjuk, tudunk neki örülni. Csak mivel megsebzettek vagyunk, olyan Izrael megváltásra szorult, úgy mi is, a mi vágyaink is megváltásra szorulnak. És csak gondoljunk bele, hogy csak akkor nyugszunk meg, amikor szeretetet kapunk a másiktól, amikor a másik úgy beszél velünk, mint ember az emberrel. És gondoljunk bele, csak akkor nyugszunk meg például, amikor az orvos azt mondja, nincs semmi baj. A birtokvágy, a szeretet utáni vágy és a tudás utáni vágy bennünk is megváltásra szorul. És azok a képek, amelyeket az Úr a mai evangéliumban mond, ezek a képek mind arra hívnak bennünket, hogy érintsen meg engem személy szerint az Úrnak a másik eljövetele, mert azt mondja Jézus, hogy ilyenkor emeljétek fel a fejeteket, és nézzetek fel, mert elérkezett megváltásotok, mert elérkezett az az Isten, aki belelát az én szívembe, aki az én vágyaimat akarja teljesíteni. Egy olyan Istent látunk a mai napon és adventben, aki nem majom szeretettel szeret, hanem aki a javamat akarja. És bár megtehette volna, hogy elfeled és elfordul, ő mégis lát engem, boldoggá akar tenni, és elköteleződik mellettem. A másik gondolatunk, hogy hát ha ilyen Istent látunk, akkor látjuk azt az Istent is, aki nem volt meg pusztán a látásnál, az ígéreteknél, hanem olyan Istent látunk, aki ezt az ajándékot, az ígéretet át akarja adni az embernek. Isten megtehette volna, és már ekkor is örülhettünk volna, hogy futár által, hogy egy SMS által, hogy valamilyen küldött által, vagy éppen egy leesett könyv, égből leesett könyv által, vagy a tengerpartra kisodort, palacba zárt üzenet által üzen nekünk. Mi az előző gondolathoz visszatérve, olyan töltsér a szívünk, amelyben egyedül az Isten tudja a megfelelő, sőt a túlcsorduló fagylaltot beletenni. Senki más nem képes erre. És Isten meg akarja tölteni a töltsérünket. És ez megtehette volna tehát ilyen közvetett úton. De Isten nem. Isten nem ilyen. Isten megtehette volna, hogy hát én a bűnös emberrel, én a szent, semmi közöm nem lesz hozzá. Megtehette volna, hogy csak így ilyen üzeneteket küld. De nem. Isten a legszemélyesebb utat. Embertől emberig, Jézus szívétől az ember szívéig akarja átadni az ajándékot. És ezért lett a karácsony. Ezért lett az, hogy az Isten, aki boldogságunkat szolgálja, maga jön a földre.
Isten maga lép emberként a földre, hogy a legtermészetesebb módon, a legérthetőbb alakban elmondja, hogy boldoggá akarlak tenni téged. És ezért, testvérek, figyelmeztet bennünket az Úr Jézus, de nem olyan figyelmeztetés, hogy ejjj, hanem az édes apa szerető figyelmeztetésével, hogy fiam, ne nehezedjék el a szíved tobzódásban, részegeskedésben és evilági gondokban, mert nem érheted be kevesebbel, mint velem, mint az Istennel. Mindannyiszor, amikor az Isten helyébe valami vagy valaki más teszünk a moslékhoz, vagy a moslékot evő malacokhoz degradálódunk le. Mi arra vagyunk hivatva, és így nem sértjük meg az Isten szeretetét, és így tudjuk az ő szeretetét is valóban megérteni és megízlelni, hogyha nem érjük be kevesebbel, testvérek, mint az Istennel, aki az ajándékot vágyink ne továbbját személyesen neked, személyesen akarja átadni. Ezért nem szabad tobzódni, ezért nem szabad elmerülni a világ dolgaiban. Úgy látszik, minél inkább szabaddá válunk a világ dolgaitól, ez nem azt jelenti, hogy ne használjuk őket, hanem hogy okosan és bölcsen használjuk a világot, okosan és bölcsen közelítsünk az emberhez. És éppen így rendeződik az életünk, éppen így kerül valamilyen rend az életünkbe. Isten legyen mindig az első. És a harmadik gondolatunk, hogyha látjuk azt az Istent, aki boldoggá akar tenni, látjuk azt, aki Jézusban közénk jött, akkor már csak az a kérdés, hogy hát hogyan kapcsolódik ehhez az Úr Jézus mai harmadik figyelmeztetése, hogy imádkozzatok és virrasszatok szüntelen. Igen, a pásztorok a betlehemi éjszakában, csendben várták Izraelnek a váltságát. És ugyanígy az Úr arra hív bennünket, hogy így imádkozva és virrasztva, próbáljuk meg mi is érzékelni, megérteni az élet bölcsességét, hogy szépen lassan, pillanatról pillanatra, az utolsó pillanatig, életünk utolsó órájáig közeledik életünk. Azt a Jézust várjuk, virrasztva, ahhoz a Jézushoz imádkozunk, aki egyszer már eljött, és újra eljön. Isten megtehette volna. Egyszer elmentem, elmondta nekik mindent, innentől kezdve rátok van bízva. És megtette volna azt is, hogy a mennybe menete után én elmegyek, és akkor cincoghatnak az egerek. De jaj, ha visszajövök. Úgy látszik, hogy a virrasztásban, a virrasztva keresésben és a szüntelen imádságban van egy harmadik Úrjövet is. Úgy látszik, hogy amikor az Úr arra hív bennünket, hogy virrasszunk és imádkozzunk szüntelen, ilyenkor az Úr arra akar bennünket megnyitni, hogy ő nem csak 2000 éve, nem csak a világ végén, hanem ma is, most is el akar jönni, hogy boldoggá tegyen téged, hogy éreztesse veled szeretetedet, éreztesse veled az ő szeretetét. Kedves testvérek, hát ezért van karácsony, értünk van karácsony, és értünk van advent is. Hogy ne úgy legyünk, mint ez a rohanó világ, kicsit álljunk meg. Ne úgy legyünk, hogy 3 hét múlva itt már, hogy elfutott az idő, és még fel sem készültem. Érdekes, hogy a nagyvárosokban pont az utolsó napokban ürülnek ki a karácsonyi vásárok polcai. Mindenki akkor kap észbe, 24-én kiürülnek, még a legostobább ajándékokat is megveszik az emberek. A mi adventünk nem ilyen. Arra szolgál, hogy megértsem, hogy a karácsony éltem van, és már most az adventben ízlelgessem, élvezzem
tapasztaljam meg, hogy az Isten az én vágyaimat akarja boldoggá tenni. Izraeljem, élvezem és tapasztaljam meg, az Isten értem született a földre. Izraeljem, tapasztaljam és élvezzem, hogy ma is, most is Isten meg akar látogatni engem, kopogtat szívem ajtaján. Az Úr kegyelmi időszaka ez. Most, ha úgy tetszik, az Úr munkálkodik. Hát nyissuk ki a szívünket előtte. Amen. Isten fizesse meg.